Sziasztok! Ez itt a Bögre Stellaris tutorial sorozatának legújabb epizódja, és folytassuk az ismerkedést ezzel a játékkal. A mai részre azt terveztem, hogy beszélgessünk egy kicsit az early game-ről, és a technológiákról, miközben a háttérben ordít egy relic world. Látjátok, most ez egy másik civilizáció, mint amelyikkel az előző részben, részekben találkozhatatok. Ez is egy random generált, az érdekessége az, hogy neki másfajta az originje, remnant, ami azt jelenti, hogy ez a civilizáció az valaha ilyen tök nagy volt, viszont most már annyira mégsem nagy. Viszont maradt nekünk egy Relikvördünk, ami egy különleges bolygótipus, és um, igazából annyi, hogy ez valaha egy Metropolis volt, és újra metropolis lehet tenni ennyi nagyjából, amit tudnotok kell. Szóval, melyikkel kezdjük? Örligémmel? Kezdjük az örligémmel. Amikor elindul a játék, és amikor elindítjátok a játékot, akkor általában kezdtek egy darab csillagrendszerrel, abban egy darab bolygóval, amin van bizonyos számú pop, ez valahogy úgy 30 és 40 között szokott változni, jó, 25 és 35 között szokott változni popoknak a száma. A popokról azaz a populációról a következő részekben lesz majd szó, mert ez egy kicsit szeretett téma a gazdasághoz kapcsolódik, és majd akkor szeretném inkább kifejteni. Itt igazából már tényleg nagyon nehéz, hogy milyen irányba induljunk el, hogy, hogy ne legyen túlságosan nehéz, vagy ne legyen túlságosan túlterhelt az, amiről beszélgetünk. Próbáljunk meg egyszerűek maradni és hülyek önmagunkhoz, de a lényeg a lényeg, hogy bizonyos számú poppal kezdünk, igen. Gondolkozom, beszélünk erről a nézetről. Igazából beszélhetünk, mert hogy elég sokat fogjuk nézni itt early game -ben. Az early game egyébként a cél az a terjeszkedésen van. Ez nagyon érdekes, mert a Stellaris lényegében ezt a 4X rendszert használja, ami a régi stratégia és elsősorban körökrosszó stratégiai játékoknak a rendszere, illetve hát a Civilizationnek is ez a rendszere van. És a 4X-nek az első X az, az Expansion, nem, az első az Exploration. Az Exploration és aztán az Expansion. És az erre épít, erre a kettőre épít a stellaris az early game -e. Amint látját, hogy igazából nem látunk semmit az egész galaxisból, szóval célunk, hogy lássunk, hogy egyrészt kiépítsünk egy gazdaságot, másrészt kiépítsük a birodalmunkat, azaz kolonizáljunk, harmadrészt pedig a határainkat saját magunk alakítsuk ki. Kezdjük a hatálykalakítással, mert lényegében az első dolog, amit csinálni fogunk, az még nem is az, hogy a bolygóra ránézünk, mert majd arra is ránézünk, meg elmesélem, hogy melyik mit jelent ezen a képernyőm, hanem illetve ez majd kapcsolódik a gazdasághoz a következő részben talán, hanem az az első dolog, hogy kiküldjük a kutatókat. A játékban található olyan nagyjából háromfajta civil flotta, és tehát van militari, tehát katonasági flotta, azaz maga az űr, űrflottánk, és vannak civil hajók is. A civil hajók egyenként, meg is tudjuk nézni őket, egyenként léteznek a térképem, és itt meg ordít a nap, oké, okay, jó, és ezek lényegében egyetlen egy hajó, ami lehet construction ship, és lehet science ship. Látjátok, ez két különböző Hát nem egyetlen hajó, de egyetlen hajó, mert hiszen ez, a, ez meg a rendes harci flottánk. Szóval a civil hajó és az építő hajó. Nem, a kutató hajó és az építő hajó. A kutató hajóval uh, van még dolgunk, az építő hajó az így nagyjából készen is van. Ez mehet is végezni a dolgát, és már most el tudjuk küldeni az ő dolgát végezni. Mit csinálnak a, a, az építő hajó? Hát két dologra használjuk. Elsősorban az egyik az az, hogy bányákat építsünk. Minden bolygó, ahol látjátok, vagy hold, vagy csillag, aminek látjátok a számal, vagy a maga a neve alatt egy számot, az jelzi, hogy milyen nyersanyag található ott, és ezt a nyersanyagot úgy tudjuk kioldani, vagy uh, kitermelni, hogyha építünk oda egy mining station -t. A mining station alapvetően 100 uh, minerába kerül, és most is ez történt. Oda küldtem, oda megy, és hát valós időben megépíti, ezt a mining station-t, és onnantól kezdve ez, a, ez az űrállomás, ez fog nekünk termelni körönként, ami hónapok, tehát nem körök, mert valós idő a játék, de havonta termel nekünk 6 energiakreditet. A trükk az, hogy viszont ezeknek a fenntartása is kerül valamennyibe, ezért az, hogy fenntartsuk, és az, hogy, hogy ez úgy így ott legyen, maga a, a létezése fogyaszt egy, általában egy energiakreditet, ha jól emlékszem. Ami azt jelenti, hogy itt nettó két energiakedítő lesz a nyereségünk. Hogyha viszont mondjuk uh, ehelyett ide rakunk egy, ilyen, egy kutatóállomást erre a holdra, ami nem energiakedített termel, hanem kutatást termel, akkor bizony mínusz egy energiával számolunk és két kutató milyen nyersanyagok találhatóak az űrben? Mik azok, az, amik az űrben találhatók, és mik azok, amik nem? Erről később is fogok beszélni, de megint megbeszéltem is, de megint ismételjük át. Lényegében az energia, a minerálok meg csak elsősorban az űrben találhatóak meg. Eloy megtalálható az űrben, de nem ez az elsőleges forrása. A, ezek a különböző különböző különleges nyersanyagok szintén megtalálhatóak az űrben. Nagyjából ugyanolyan százalékban szerezhetünk az űrből, mint máshonnan, azaz a bolygó felszínről, a, 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 kolonizált világokból, és a kutatás különböző híres, neves, hát nem is híres, csak olyan érdekes helyekre rakhatunk ilyen kutató pontokat, és akkor azok is termelni fogják. Röviden, ami számot láttok alatta, azt termelik meg havonta akkor, hogyha egy kutatóállomás dolgozik rajta. A játék is segít nekünk, mert ha megnézitek, itt most azt írja, hogy 3-2-3-2 a szám, viszont hogyha ráviszem az egeret, akkor még azt is kiírja, hogy 10-10. Ezt, hogyha esetleg kiadom a másik fajta ezt ezt a gombot megnyomja a Detail Map mód, akkor kiadja, hogy amúgy itt még található 10 darab energia, és, illetve bányászunk 10 darab energiát és 10 darab ásványokat, viszont mivel zöldek, ezeken már van bűrbázis, tehát ezek már bányászva vannak, a fehérek nincsenek kibányászva. Amennyiben ide megépítjük az összes lehetséges bázist, onnantól kezdve itt az el is tűnik, és csak akkor írja ki, hogyha rávisszük az egeret. Ezek tehát, amikre így nagyon figyelni kell az early gameben, és ahogy fedezzük fel a rendszereket, van, amelyikben több lesz, van, amelyikben kevesebb, van, amelyikben csak egyfajta, van, amelyikben fajta, de mindig az lesz a cél, hogy ezeket a nyilván figyelembe véve az, hogy mire van éppen szükségünk, amikor dönteni kell, hogy melyik típusú bányát építsük meg először, energiatermelőt vagy vagy ásványtermelőt, de alapvetően az a cél, hogy minden egyes nyersanyagra építsünk egy bányát, ami kitermeli azt, és hozzáadódjon az a, a havi bevételeinkhez. Tehát ezt fogjuk egyrészt csinálni a construction ship-ekkel. Másrészt, és ez az, ami talán picit lesz az egészet, az az, hogy Ezeken a területeken, ezeken a csillag, csillagokon úgy tudjuk befoglalni ezeket, hiszen ezek olyan rendszerek lesznek, amik nem biztos, hogy rendelkeznek kolóniával, illetve nem biztos, hogy rendelkeznek olyan bolygóval, ami kolonizálható, mert mondjuk nincsen kolonizálható terület, mert mindegyik egy ilyen gázóriás vagy valami ilyesmi. Akkor hogy tudjuk befoglalni ezt a rendszereket a saját népünk számára? Hát nem úgy, mint az Endless. Um, hát ez mondjuk rossz példa. Szóval ezek gyakorlatilag nagy részt fognak nyersanyagként szolgálni. Úgy kell elképzelni ezeket a, ezeket a csomópontokat, mint hogyha nyersanyag központok lennének. És nem úgy foglaljuk el, hogy szépen növekszik organikusan a határunk, hanem úgy, hogy az építőhajónkat oda küldjük, és ugye most nem tudok rákattintani, mert nincsen még felfedezve, de építünk oda egy űrbázist. Az űrbázisnak nincsen fenntart, van némi fenntartása, de ez még nem a kiemelt dolog, mert ez ilyen outpostnak nevezzük inkább ne is űrbázisnak, tehát ilyen helyőrségnek. A helyőrség építése elolyba és, és, befolyásba kerül. Elsősorban a befolyás lesz az, amit, amiből viszonylag kevés lesz ahhoz, hogy, hogy gyorsan tudjunk haladni vele. És amint megépül ott a, 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 a kis előretolt helyőrségünk, onnantól kezdve az ami birodalmunk fog, a birodalmunkhoz fog tartozni, és senki más nem teheti rá a kezét, csak háború val, vagy háborún át. Érdemes megegyezni, hogy, hogyha nem olyan nódra rakjuk, ami közvetlenül kapcsolódik a birodalmunkhoz, akkor megduplázódik, megtriplázódik, és így tovább a költség, tehát gyakorlatilag nincs értelme. Így tenni, csak nagyon-nagyon-nagyon kiemelt esetekben. Na de hogy tudom ezeket felfedezhetővé tenni, vagy látni, hogy egyáltalán mik vannak itt, merre érdemes menni? Nos úgy, hogy az én drága, drága science shipemet elküldöm, hogy survey system, azaz nézze át a rendszert, hogy mit található ott, ő akkor fogja, és elkezd végig menni, most kicsit ampozzolom, csak azért, hogy elinduljon, szóval elkezd végig menni a rendszerem, és most ha erre a rendszerről lenne szó, akkor az azt jelenti, hogy az összes bolygót, ami itt található az adott rendszerben, és aszteroidát, és csillagot, és értitek, mindegyiket egyenként elkezdi szkenelni. És amikor végzett fel, akkor jelzi, hogy található hogy itt valami nyersanyag. Aztán pedig továbbáll. Uh, ez nagyon-nagyon magától nagyon egyszerű dolog, amire figyelni kell, hogy ezeket a hajókat a shipyardokban tudjuk gyártani, amik pedig, amiket pedig most jelenleg legalábbis így elő a rendszer. Ez egy shipyard, és a shipyardok azok a... Igen, most kezd bonyolulni a dolog. Tehát a, 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 ne is beszéljünk arra, hogy a shipyardok hol találhatók, jó? Egyenőre csak mondjuk azt, hogy itt gyárthatóak, ilyen mindenkinek lesz kezdés, hogy egy shipyard, amit innen lehet előhívni például, és itt láthatóak a gyártható hajók, Korvett az, ami a háborúra használható, van a Construction Ship, Science Ship és egy Colony Ship, ami pedig a kolonizálásra, de erről majd picit később lesz szó. Uh, nem nagyon hiszem, most belemegyünk a kolonizálásba, de majd meglátjuk. A Science Shipnek annyi a trükkje, hogy kell, hogy legyen benne egy kutató. A kutató lídernek számít, ugyanis a játékban négyfajta líderünk lehetséges. Vannak a kormányzók, vannak a kutatók, vagy tudósok, az admirálisok és a generálisok. A kormányzók azok, akik különböző szektorokért felelnek, illetve a, a, a fő főbo bolygónkért is. Uh, Főbolygónkún... na... Főbolygónk... bolygónk... A főbolygón is van egy... nem tudom, nem tudom kimondani... És általában van előbb-utóbb egy kormányzó. Ők ilyen különböző pozitívumokat vagy negatívumokat adhatnak a... a mi kis birodalmunkhoz. Például itt a Clear Blocker, blocker Cost minus 25% Clear Blocker Time plusz 25% száz, 25% Ezt is elmondom majd, hogy ez mit jelent. A kutatóknak több feladatuk is van. Az egyik az az, hogy... Um, hogy felüljenek az ilyen hajókra, és elmenjenek a galaxis különböző pontjaira, és felfedezzék, hogy ott mi található. Egyrészt, hogy nyersanyagokat hozzunk el onnan, uh, illetve nem is hozzunk el, hanem nyersanyagokat. Hmm, hát uh, mi, a, mi a megfelelő kifejezés erre? Fedezzünk fel, és utána pedig elmehessünk, és megpróbáljuk ezeket kitermelni. Aztán a másik pedig maga a kutatás és a fejlesztés, amiről mindjárt lesz szó. Az admirálisok, azok, akik vezetik a flottánkat, az űrflottánkat, különböző képességük lehet, például neki olcsóbb a flottának a fenntartása, vele meg ö, olcsóbb magának, a, tehát kevesebbet kell fizetni az admirálisnak, és olcsóbban lehet őket meg is venni. Ők egyébként szinteződnek, az összes líderünk szinteződik, és egyre jobb lesz a munkájában. A generalök pedig a földi, földfelszíni hadviselésben fontosak, ők azok, akik vezetik magukat a hadseregeket. Amik jelen vannak ebben a játékban, és fontosak, de korán sem annyira fontosak, mint maguk a flották. Jó, azt hiszem ezzel kapcsolatban itt akartam elmondani, legalábbis amit, ami ezt a részét illeti. Térjünk kicsit át a kutatásra, mert szerintem az most az egyszerűbb, azt hiszem, hogy nem mutatom, hogy mire használjuk még a tudósokat, azokat, akiket kiküldünk az űrbe. Hogy működik a stellarisban a kutatás, az egy nagyon érdekes dolog, mert... Gyakorlatilag egy tech treat használ, tehát egy tech fát használ, viszont igazából megkavarja egy kicsit ezt az egészet. Van itt, először is vannak nekünk kutatók, akik különböző, szintén, szintén különböző tulajdonságokkal rendelkezhetnek, például ő mániákus, ezért a research speed plusz 5%, így látható, hogy az alap kettőhöz, ami a saját szintje, hozzáadódik a maniacal, ami plusz 7%, ez egy módosító az, ahhoz, tehát ezek módosító számok, ahhoz, hogy az alapból termelt kutatást, ami 18 a fizikára, a fizik, tehát három része van a kutatásnak, fizika, mérnöki, ág és társadalomtudományok, és ezeket termeljük egyrészt úgy, hogy lerakjuk a bolygókra kutatóállomásokat, másrészt a, 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 a mármint a nem lakott bolygókra, meg nem lakott égítestekre lerakjuk a kutatóállomásokat, másrészt pedig a saját kolóniáinkon, saját bolygóinkon, amik már benépesített bolygók, építünk kutató központokat. Tehát, így gyűjtünk, itt ebben a jelen esetben 18 pontot havonta, és ő még erre, mivel, kettes, mivel egyes szintű, és mivel mániákus, ezért rárak plusz 7%-ot, így pedig azt mondja a játék, hogy hát összesen még a a research-et hozzáveszünk, ami egy érdekes módosító és nem fog róla beszélni most. 39 et fog haladni havonta. És látható, hogy összesen 2000-be kerül például a nanotechnikának a megvásárlása. Szóval ő ennyit tud belerakni a közös meg ennyit tud hozzáadni a dolgokhoz. Szépen választunk valamit, és akkor elkezdik kikutatni. Egyrészt a tudósokat lehet uh, úgy is felvenni, például, hogyha már nagyon sok pénzünk van, akkor azt mondani, hogy oké, okay, nekem kell egy ilyen tudós, aki jelenleg éppen az industry specializációhoz ért, és akkor őt megveszem, és ő lesz az, aki azt nagyon jól tudja kutatni, hiszen minden egyes kutatási kártya tartozik valamilyen specializációhoz. Például ez a kettő computing, ez pedig a particles szerintem érthető, Jelenleg egyik kutatónk sincsen specializálva semmi felé, hogyha specializálva vannak, akkor az elég jelentős boostot ad azért a, ahhoz az adott kutatáshoz, ami éppen van, de elég valószínű, hogy egymás után ugyanazokat tudjuk kikutatni, mindegyik az adott szakterületéről származzon, szóval ez inkább csak olyan, hogy uh, jó rá figyelni, viszont nagyon sok mikromanagementet érdem. Uh, emésztene fel, hogyha ténylegesen mindig azt figyelném, hogy oké, okay, a milyen kutatás van most, milyen kutató legyen mögötte, főleg mert ezek a kutatók szintet lépnek. Tehát lehet, hogy ő egyes -egy szintű, de jobban ért mondjuk a, a, a számítógépekhez, de lehet, hogy van egy ötös szintű, aki nem annyira, viszont kiegyeníti egymást az, hogy ő magasabb szintű. Itt érdekes módon például ő Szinte már zseni, ezért 12% pluszt kap, hiszen a zseniség plusz 10%, nem pedig plusz 5%-ot jelent. Hogy működnek ezek a kártyák? Ugye minden egyes kutatás, amit ki lehet fejleszteni, valamilyen kárty valamelyik három kategória egyikéhez tartozik, és lényegében ezt úgy kell elképzelni, hogy amikor feljön az, hogy például ez a három, van x számú kártya, ami egy pakli, úgynevezett pakli a sokszámú kártya együtt, szóval hogyha van egy pakli, amiben benne van az összes kutatás, ami jelenleg elérhető a birodalmunk számára. Ez attól is függ, hogy mondjuk milyen tírben vagyunk technológiailag, ami egy rejtett szám, szóval ne keressétek. És ebből ő kirak nekünk hármat az asztalra. És mi azt mondhatjuk, hogy ebből a háromból nekem például tetszik a Physics Research from research plus plusz 20 mert már is sokkal jobbat fogok, sokkal jobb lesz a kutatásom Amint az elkészül, látjátok, most már 51 hónap alatt fogja megcsinálni, amint az elkészül, a játék megint azt mondja, hogy oké, okay, megnézem, hogy milyen lapok érhetőek el, lehet, hogy ez a kvantum ez a kutatás megnyit egy következőt, és az is belekerülhet a pakliba, ahonnan kiválaszt nekem három lapot, amit lerak elém, és megint választhatok. És természetesen ezek valamennyire súlyozva is vannak, szintén rejtett szám, hogy a ritkább technológiák azok ritkábban tűnnek fel, mint a kevésbé ritka technológiák. Szóval nagyjából így kell elképzelni, alapvetően egy techfa, viszont van egy random része is ennek a dolognak. Itt még ez jelöl, hogy milyen útvonalakat nyit meg, például ez Biological Path felé vezet, viszont ez nagyon, nagyon rejtett igazából. Plusz még azt is hozzá kell tenni, hogy néha van olyan, hogyha mondjuk valahonnan szerzünk tudást, valamiről részleges tudást, mondjuk roncsokat elemezve, vagy valamilyen eseményből, akkor az viszont permanensen itt fog maradni. Mert hogy lehet, hogy a következő körben nem ezt a három dobja ki nekem a gép, értitek? Tehát ez a para, hogy én most lehet, hogy azt mondom, hogy most ez lesz, következőnek ez, de lehet, hogy egyébként nem fogja ezt kiadni következőnek, mert nem ez a kártya kerül éppen sorra. Ezért kicsit nehéz és kicsit parás választani, hogy mi legyen a következő kutatás. Aztán persze különböző bónuszokkal, technológiákkal, módszerekkel el lehet élni, hogy ne három kártya tűnjön fel egyszerre, hanem mondjuk öt vagy hét. A Kátyák Színnei Egyetemen jelölik, hogy milyen, mikhez tartoznak, erről beszéltem. Amiről nem beszéltem, hogy a lila színű az jelenti a különleges kutatási területeket, vagyis különleges kutatható dolgokat, úgyhogy a lilák azok, azok értékesek, mert ritkák. Ez volt a kutatás, és akkor kicsit beszéljünk arról, hogy mit csinálnak konkrétan ezek a szerencsétlen, szerencsétlen kutatók az űrben, azon túl, hogy megpróbálják azt felfedezni. Itt látható az, ahogy megy végig a hajó a különböző rendszereken, és igyekszik kitalálni, hogy melyiken mi található. Amíg ő ezt csinálja, addig esetleg beszélhetünk arról, hogy mi, mi a bolygó nézet. Ebben nem akarok nagyon belemenni igazából ami fontos jelenleg, az az, hogy mennyi poplakik itt, milyen a stabilitás, van-e bűnözés hány házhely van, mennyi szórakozási lehetőség, vagy infrastruktúra, mennyi munka érhető el, és mennyi a, a aránya. Hogy ezek pontosan mit jelentenek, és pontosan hogy kell elképzelni ezeket a dolgokat, arról majd beszélünk a megfelelő, hát majd a, annak idén megfelelő tutoriában, mert azért ez sokkal bonyolultabb nagy, hogy mi most neki kezdjek itt ezt magyarázgatni. Például most a Scientistunk kikutatta a Sziabula rendszert, és két érdekes dolgot talált. Az egyik az, az hogy a csillag az adna nekünk két fizikakutatást, és hogy a Sziab Sziabulia, vagy micsoda, kettő az alkalmas a mi fajunknak az életre, hiszen 90%-osan kompatibilis a, a mi vágyainkkal, és ezért ide küldhetünk majd egy kolonizáló hajót, 16-os mérete, ami azt jelenti, hogy összesen hány disztriktet tud ellátni, majd erről beszélünk későbbiekben. Na, ezt szerettem volna elérni. Egyrészt, már is találtunk egy anomáliát. Na most az anomáliák azok valami különleges dolgok, amik megragadták a figyelmét az embereinknek, de ezek igazából azok, ahonnan igaz, a, az igaz érdekes dolgok történnek a Stellarisban. Az anomália azt jelenti, ezek random tönhetnek tün, fel, viszont van némi esélyük is, hogy megjelenjenek. Például függ a képességeitől is a magának, a, a kutatónak. És ez esetben Mind, illetve minden esetben ezeknek az anomáliáknak van nehézsége, ami 1-től 10-ig terjedhet. Jelenleg azt mondja, hogy ez a mostani, ez kettes szintű anomália, ami azért kihívást jelent az egyes szintű emberünknek, úgyhogy már is látható, hogy a kutatási idő a 150 nap az alap 120 nap helyett. Minden magasabb szintű, annál gyorsabban kutat, és annál valószínűbb, hogy valami érdekeset fog találni. Általában ilyenkor, ha rámegyünk a research, akkor ő leáll a szkeneléssel, kikutatja, ami ott van ezzel az anomáliával kapcsolatban, és aztán pedig folytatja a keresést. Ezek mindig sztorikhoz vezetnek, aminek különböző eredményeik lehetnek. Lehet, hogy találunk egy uh, valami plusz nyersanyagot, lehet, hogy találunk valami nyersanyagot, ami viszont nem kitermelhető, hanem csak hozzáadódik a már meglévő nyersanyagainkhoz, lehet, hogy elég sok minden elképzelhető, úgyhogy érdemes ezeket mindig kikutatni, viszont arra is figyelni kell, hogy azért lehetőleg viszonylag ne legyen túlságosan magasabb szintű maga az anomália, mint, maga, mint a tudósunk. Na hát most végzett a kutatással, és énkor kapunk egy szöveget arról, hogy mégis mit talált, ezek általában érdekesek, és érdemes őket végigolvasni, ebben rejlik az egyik nagy vonzereje a Stellarisnak. Nagyon jó történetek szoktak benne lenni, és gyakorlatilag minden, amit már amit már megszokhattunk, az kifiből, de néha vannak újdonságok is. Most például találtunk egy óriási csillagot, ami olyan, mint egy hatalmas gyémánt, és ez a gyakorlatban annyit fog jelenteni, hogy plusz négy science pont, te, sőt, ha jól látom, akkor fizikus, fizikai tudománypont termelhető ki az adott égitestből. Tehát most leakatintom, és már is hozzáadódik négy. A tudósok nagyjából ezzel lesznek elfoglalva, emellett, hogyha megvannak, illetve a szintet is lépnek, amit látjátok, illetve hogyha megvan nektek az adott DLC, amelyik az archeológiai területeket adja hozzá, akkor találhatnak ilyen ásatási területeket, amik aztán különböző hosszabb novelláknak megfelelő sztorikat fognak nektek adni, mármint hosszabb vesző novelláknak megfelelő sztorikat fognak nektek adni, lépésről lépésre kutatja, erről majd beszélünk a DLC kibeszélő, vagy DLC-t megbeszélő uh, videóban, mert hogy olyat is tervezek. És látjátok, hogy most például a Tirelem 3. az egy 90%-os bolygó, viszont már 23-as, ami sokkal jobb, mint a mint a 16-os volt. A bolygóknak a mérete az általában 10-25-ig terjedhet, és érdemes őket, ha már így mondjuk 20 felett vannak, akkor érdemes megfontolni a gyors kolonizációt, hiszen nagyon fontos ebben a játékban, hogy minél gyorsabban minél több bolygót kolonizáljunk, hiszen így kapunk minél több popot, minél több népességet, ami pedig a gazdaságunk alapját fogja jelenteni. Ez egy másik fajta esemény, itt mindössze annyi történt, anélkül, hogy anomáliát adott volna a játék, kiadott egy eseményt, hogy találtunk valamit a, a Tiralám 4 án, és ez nem más, mint plusz 4 ilyen bányát fog jelenteni nekünk és mivel most már összegyűlt a megfelelő influencünk és elójunk, ezért azt mondhatom ennek a construction shipnek, hogy oké, okay, figyelj, akkor te indulj el, és építs ide egy űrbázis, egy outpostot, ő oda fog menni, megépíti, és az pedig csatlakozik a birodalmunkhoz, amit mindjárt meg is mutatok nektek. És amúgy kaptunk egy archaeological site-ot is, ami nagyon meglepő, hogy ilyen közel az otthonunkhoz, de meg is van az archaeological site, akkor ezt most gyorsan elmondom, csak annyit róla, hogy ezek akkor termelhető ki, vagy akkor kutathatók ki, hogyha a saját területünkön belül találhatóak. Úgyhogy mindenképpen oda is kell vinni egy outpostot, különben uh, hajunkra kenhetjük és most készül el, itt az előös, és már is megvan ez a terület, innentől kezdve már ez is hozzánk tartozik, és mostantól kezdve tudunk ide research station-t, meg bányákat építeni, tehát ezekre a területekre, amik még nincsenek általam behúzva, ezekre nem tudok semmit építeni, nem tudok velük semmit tenni, nem tudok projekteket Tudok projekteket kutatni, viszont nem tudok archaeological szájátokat kikutatni, vagy kitermelni, és nem tudok nyersanyagokat kitermelni, csak anomáliákat és special projecteket létrehozni. És éppen ezért fontos, hogy a lehető leghamarabb a legtöbb területet behúzzuk magunknak, mert így növeljük a birodalmunk méretét, és alapozzuk meg a gazdaságot, illetve hát koronizálni is csak oda tudunk küldeni, oda tudunk küldeni embereket, azokra a bolygókra, amik a területünkön belül találhatóak. Ennyi volt ez a rész, ami az kicsit az early szólt. Ez gyakorlatilag az early game. Kikülditek a scientisteket, a kutatókat, akik felfedezik a galaxist, és közben a construction ship pedig behúzátok a területeket. Anomáliákról olvastok, kutatásokat választotok, hogy mi legyen a következő, és aztán elkezditek összerakni a gazdaságot, és ha minden igaz, következő részben beszélhetünk végre a gazdaságról. Köszi a figyelmet, ennyi voltam mára, innen folytatjuk legközelebb. Sziasztok!